Zajlik a szekszárdi úszoda építése. Az épületnek tavaly augusztus végére kellett volna elkészülnie. A város úszoda építésével kapcsolatos műszaki folyamatok ellenőrzésére létrehozott ideiglenes bizottság a legutóbbi ülésén több olyan okot is megállapított, amik az építkezés csúszásához vezethettek. Az első csúszásnál a bizottság azt állapította meg, hogy ez a megrendelő hibájából történt, így a ködbér érvényesítésére nincs lehetőség. A megrendelő elmulasztotta a talajmechanikai és a talajcserével kapcsolatos vizsgálatokat, illetve nem, a pályázóknak nem bocsátotta rendelkezésükre, így sem a pályázók, sem a kivitelező erről nem szerezhetett tudomást. Többek között erre hivatkozik az építőipari cég a munkacsúszásánál, és arra, hogy az önkormányzat nem foglalkozott a kivitelező azon jelzéseivel, hogy a munkaerőhiány miatt nem készülnek el időre. A víz folyamatos szivattyúzása, a talajcsere a kivitelezés költségeit 63 millió forinttal növelte meg, ami a bizottság szerint jogos követelés. A csúszás miatt keletkezett plusz költségek, mint a sátras úszoda üzemeltetési költsége azonban a kivitelezőt terheli. A bizottság most arra kérte a hivatalt, hogy ezt az összeget számolja ki. Az úszodának június 30-ára kell elkészülnie, erre Bomba Gábor kevés esélyt lát, de azt mondta, ez a határidő tartható több emberrel, a kapacitás növelésével. A bizottság mostantól folyamatosan ellenőrizteti a munkát és szankcionálja a céget, ha nem teljesít megfelelően. Az úszoda egyébként az új modern gépészet miatt 300 millió forinttal kerül majd többe az eredeti árnál, de erre megvan a forrás. Mondja Bomba Gábor hozzátéve, az új technológia 40%-os megtakarítást jelent majd az üzemeltetésben, ezért a bizottság javasolja majd a közgyűlésnek, hogy fogadja ezt el.